Az LMP az alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy a miniszterelnök megválasztása kötelezően járjon együtt a kormányprogram megvitatásával és elfogadásával. Erről Siffer András, az ellenzéki párt frakció vezetője beszélt még kedden. A politikus több mint döbbenetesnek nevezte, hogy a Fidesz-KDNP választási és kormányprogramot sem hirdetett. Siffer András szerint ennek megakadályozására nyújtották be alkotmánymódosító javaslatokat, amely a korábbi alkotmányos gyakorlatot erősítené meg. Az LMP képviselőcsoportjának vezetője azt mondta, ismét a parlament elé terjesztik négy legfontosabb korábbi törvényjavaslatukat is. Vendégem a stúdióban Szél Bernadett, az LMP társelnöke, országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát mi volt ez pontosan tegnap, mert ugye megalakult az új parlament, kinevezték a parlamenti tisztségviselőket, illetve megszavazták, és a legtöbb hír a tegnapi nap folyamán Schneider Tamás személyéről szólt az országgyűlés megalakulása kapcsán, és ez nem egészen világos, hiszen önök megszavazták, mind az öt frakció, azt az indítványt, amelyben benne szerepel Schneider Tamás neve. Hogy akkor ezt hogy lehet, hogy utána pedig így ellentmondásba keveredtek, hogy mégsem támogatták Schneider Tamás jelölését? Nem kerültünk semmilyen ellentmondásba. A kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy ugye Schneider Tamás személye, mint a házalelnöke számunkra egyáltalán nem elfogadható, pontosan azért, mert elítélték korábban, tehát ismert a múltja, nem elfogadható ebben a pozícióban. Ami viszont ott az egyeztetéseken történt, az nagymértékben egyébként a Fidesznek a cinizmusát tükrözi. Ugye megpróbálták ezt az egészet az ellenzék problémájaként feltüntetni, tehát nem a ház problémájaként láttatták ott a tárgyalásokon, hanem hogy oldja meg az ellenzék, ahogy tudja, ha nem oldja meg, akkor Kövér László majd kinevez a kormányoldali tisztségviselőket, alelnököket, és azzal majd ugye elműködik a ház. Zsidó Róbert szóvivő azt mondta, hogy nem az ő dolguk megítélni, hogy az ellenzék hogyan kiket jelöl és hogyan osztja fel a szerepeket, illetve ők nem szólnak bele az ellenzék jelölésébe. Ez azért problémás ez az érvelés egyébként, mert itt nyilván arról van szó, hogy a házat kell működtetnünk, és itt van egy rendszer arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan szoktuk csinálni, és ott helye van kormánypárt, és helye van ellenzékieknek is. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor arról van szó, hogy Schneider Tamás kerül alelnöki pozícióba, vagy sem, abban nem az ilyen előkelő fej elfordítás lett volna Fidesznek a dolga magán a tárgyalásokon, hanem konkrétan ezt a helyzetet máshogy kellett volna kezelnie. Ugye egyértelműen megmondták, hogy ha nincs közös indítvány, akkor nem lesz ellenzéki alelnök. Na most ez azért érdekes, mert ugye ezt egy olyan, nem tudom, taktikával oldotta meg az ellenzék, hogy lett közös indítvány, de nem lett közös jelölés. És ez egy nagyon fontos különbségtétel, ugyanis ebben az indítványban Schneider Tamás nem közös jelöltként, hanem a Jobbik jelöltjeként szerepel. De az az indítvány, és kiharcoltuk, kiharcoltuk azt is, hogy a szavazás az ne csomagban történjen, hanem egyenként, vagyis legyen lehetőség arra, hogy elutasítsuk Schneider Tamásnak a szerepvállalását ezen a téren. Ezt mi meg is tettük, a Fidesz nem tette meg, a Fidesz és a Jobbik ezt az embert megszavazta a házan elnökének. De az az indítvány, amiről most ön beszél, amit mind az öt frakció, önök is, az MSZP és Mesterházi Attila is aláírt, abban már szerepelt Schneider Tamás személy. És Kövér László tegnap azt nyilatkozta, hogy ha ezt az indítványt nem írja alá az öt frakció, akkor tegnap nem szavaznak Schneider Tamás személyéről. Hát Kövér László nyilván el akarja terelni arról a figyelmet, hogy a Fidesz igen gombot nyomott akkor, amikor Schneider Tamás személynek a megválasztásáról volt szó a elnöki pozícióra. A Fidesznek akkor kellett volna nemet vagy tartózkodást nyomni. Azt gondolom, akkor lett volna ez egy helyes magyarázat arra vonatkozóan, hogy ők mindent megtettek, úgymond, ami megtehető annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő. Nem a Fidesz és a Jobbik ezt az embert megszavazta alelnöknek. Emellett ugye az is látható, hogy és ez egy nagyon fontos különbségtétel, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ott közös jelölésekről nem volt szó, egy pillanatig nem volt ő közös jelölt. Hogyha nem fogadták el Schneider Tamást jelöltnek, akkor nem lett volna jobb az ellenzéknek, hogy hagyják a Fidesznek ezt a posztot? Nézd, nem ezt a posztot hagytuk volna a Fidesznek, hanem ő megtette volna a saját jelöléseit, és akkor konkrétan ellenzéki alelnök nem lett volna. És ezt ugye Siffer András korábban is elmondta, hogy az elmúlt négy évben, aki következetesen és tudatosan fellépett a Jobbiknak a túlhajtásai ellen, úgy mondott az ülés közben, és az ülésvezetés részéről teljesen konzekvensen fellépett, és ezeket a helyzeteket kezelte, az egy ellenzéki alelnök volt, ugye.
Most erről lemondani azért szerintem az egy másik kérdés, tehát az nem lett volna célszerű, de még egyszer mondom, hogy itt a Fidesz folyamatosan terel. Tehát ők igen nyomtak kétharmaddal egy olyan személyre, akire szerintem nem kellett volna igen nyomniuk, és az ország nagy része szerint ez egy elég elheves tiltakozás. De önök viszont nem nemet mondtak, hanem tartózkodtak, ami gyakorlatilag nem az elutasítást jelenti, de az elutasítást hanem távol jelenti, tartják magukat a problémától. De nézze meg a parlament.hu-n, ott vannak a szavazások, ott van az elutasításnál, ott szerepelnek a tartózkodom szavazatok is. Nem elutaljuk a problémát, az akkor történik, amikor nem nyomunk gombot. Akkor arról van szó, hogy nem veszünk részt a dolgokban, nagyon is részt vettünk, ha mindenki tartózkodást nyomott volna, Schneider Tamás nem lenne alelnök. De hogyha Schneider Tamás személyét nem fogadják el, akkor miért? Itt arról van szó, hogy azért itt van egy olyan helyzet, amelyben a frakcióknak úgymond a jelöltjei között nem szoktunk válogatni, hanem elfogadjuk azt, akit kínálnak. Nyilván az maga a szokásjog, tehát az, hogy a frakciók maguk kijelölhetnek embereket, az rendben van, az viszont nincs rendben, ha egy büntetett területű ember, tehát konkrétan is Schneider Tamás személye nagyon problémás, őt jelölnék, mi ellenálltunk. Tehát, hogy mi azt mondtuk, hogy ezt az embert nem szeretnénk a magyar országgyűlés alelnökeként látni, és ennek megfelelően nem szavaztuk meg ezt a javaslatot. És miért nem szavaztak nemmel, miért tartózkodtak? Hát azért, amit elmondtam, mert van egy ilyen, nem tudom, szokásjuk, hogy a frakciók maguk szokták megjelölni azokat az embereket, akiket ezekben a pozícióban látni szeretnének, de konkrétan ugye megvan a lehetőség az összes többi frakciónak arra, hogy ennek útjába álljon. Mi éltünk ezzel a lehetőséggel, tartózkodomat szavaztunk, az MSZP frakció nem elszavazott, és még sorolhatnám. Itt a Fidesz volt az, aki, meg a Jobbik, akik igen nyomtak erre a javaslatra. Na most, és innentől kezdve így lett Schneider Tamás a Magyarországgyűlésnek az alelnöke. Abban nincs egy pici ellentmondás, nem érez egy pici ellentmondást, amit most ön is mondott, és Siffer András is elmondta, hogy ő egyetért a Fidesz-szel abban, hogy nem szólnak bele az ellenzék jelölésébe. De ezzel szemben most mégis a Fidesz teszik felelőssé, hogy megszavazta a parlament Schneider Tamást. Nézze, gyakorlatilag egy büntetett területű emberről van szó, tehát őt jogerősen elítélték ezt az embert. Azt gondolom, hogy az a felelős magatartás, hogyha ennek útjába állunk, és őt nem engedjük ebbe ez a pozícióhoz. A Fidesz ennek a kihívásnak nem felelt meg, ők igen nyomtak erre a gombra, ezt nehezen lehet magyarázni. Lehet itt Kövér úrnak vagy bárki másnak az ellenzék térfelére tologatni a labdát, de azt látni kell, hogy azért az ellenzéknek egy része, konkrétan az LMP is azt mondta, hogy ez az ember nem legyen a Magyarországgyűlésnek az alelnöke. A Fidesz ezzel szemben tehát együtt szavazott a Jobbikkal egy igent. Nézzük akkor most az új országgyűlést. Ugye azt mondta Siffer András, hogy konstruktív ellenzéki szerepre készülnek. Ez mit jelent pontosan? Mi ezt a kezdetektől fogva mondjuk, nekünk az a lényegünk, hogy nekünk ez a lényegünk, így is mondhatnám, de az LMP ugye arra alakult és arra szerveződtünk, hogy ez az ország egyről a kettőre jusson. Tehát egész egyszerűen együtt kell tudnunk dolgoznunk egymással, pártoknak is, a legsúlyosabb problémáknak a leküzdésében. Tehát, hogy végre ne ugyanott álljon ez az ország, mint ne romoljon a helyzet, hanem egyről a kettőre lépjünk. Ez ugye ügyek mentén jelent együttműködést. Nagyon sok próbálkozásunk van, ami kifejezetten erről szól, hogy konkrét ügy mellett megpróbálunk felsorakoztatni akár különböző pártokba tartozó embereket vagy képviselőket is. Meglehetősen nehéz. Ugye volt egy napvizsgáló bizottságos aláírásgyűjtésünk, ott is kinkeselve sem tudtunk csak 78 aláírás összeszedni, aztán persze a Fidesz elkasszálta, de újra be fogjuk nyújtani, ugye ezt is már elmondtuk az alakülés napján is, hogy a NAV-vizsgáló bizottságot újra kezdeményezni fogjuk, és újra nekiveselkedünk ennek, mert azt gondoljuk, hogy az áfa csalások hálózatát fel kell deríteni, és ebben a politikában politikának igenis van felelőssége. Benyújtottunk további törvényjavaslatokat, ahogy itt a bejegyzésben láthattuk is. Ez azért nagyon fontos, mert látni kell az, hogy azzal, hogy most volt egy választás, azzal, ami korábbi elveink, vagy korábbi ügyeink, azok nem értek véget, hanem ezeket folytatni kell. Paks kapcsán most inkább ugye perek jönnek, folyamatosan bíróságra járunk, de látni kell, hogy az országgyűlésben például a föltörvénymódosítással kapcsolatban szeretnénk érdemi előrejutást. Mennyire lehet eredményes a konstruktivitás az elkövetkezendő 4 évben? Ez mitől függ, vagy miktől függ? Ugye azért elég mellbevágó azt látni, hogy a kormány oldalról az elmúlt 4 évben semmi olyan szándék nem volt, hogy bárkivel is együtt működne, önmagával működött együtt, saját kétharmadának teljes tudatában. Nyilván látni kell, hogy ők esetleg változtatnak-e valamit, vagy marad továbbra is ez a befele fordulás és erővel való politizálás. Én azt gondolom, hogy azért a magyar embereknek is el fog jönni egy olyan pont, amikor azt mondják, hogy ebből elég
elég, és amikor realizálják azt, hogy például ugye sokat beszélek én a foglalkoztatási adatokról, hogy valóban, tehát nem úgy néz ki az ország, mint ahogy ezt a Fidesz próbálja leírni. Én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a Fidesz is szembesülne egy kicsit a valósággal, és ez a cukormázas, hagymázas PR tevékenységet, amit nagyon sokszor csinál, hogyha Magyarország teljesítményéről beszél, ez felváltaná egy valós szembenézés azzal a helyzettel, amiben vagyunk. Ha ezt nem teszi meg, akkor előbb-utóbb a körülmények rá fognak arra világítani, hogy milyen állapotban van az ország, és ők azért felelősség lesznek, ugye most már a második ciklusokat töltik, hogy az ország ilyen állapotban van. Tehát azért az erőtér még sokat fog változni, nyilván nem látni kell az, hogy egyes pártok hogyan viszonyulnak egyes problémákhoz, vagy akár egymáshoz. Az biztos, hogy mi mindig is az elvek mentén politizáltunk, teljesen világos, hogy mire szerződtünk le. Nem leszünk senkinek sem az oldalszekere, vagy oldalkocsia. Van egy irány, amit mi tartunk, és meggyőződésünk az, amit ugye a választási programunkban is leírtunk, hogy a 21. századi Magyarországon olyan megoldásokra van szükség, amikről mi beszélünk. Ez a Megújuló Magyarország programja, mi erre kaptunk felhatalmazást, ezek mentén fogunk politizálni. Most azt mondta, hogy nem lesznek senkinek az oldalkocsi, akkor ez azt jelenti, hogy az önkormányzati választásokon is most már biztos, hogy külön indulnak? Nézze, elképesztő, ami történt itt ezzel kapcsolatban. Ugye az EP kampány kellős közepén jöttek az MSZP részéről mindenféle üzengetések meg ötletek. Világosan megmondtuk, hogy egyrészt mi az EP kampánnyal vagyunk elfoglalva, másrészt meg teljesen világos a korábbi szövetségi politikánk, semmi sem változott ezzel kapcsolatban. Mi egyedül készülünk az önkormányzati választásokra is, de mondom, még EP kampányban vagyunk. Ugye öt tagú lesz a frakciójuk, mekkora csapattal fognak tudni dolgozni, és ez mire lesz elég? Mert Siffer András azt nyilatkozta, hogy azért öt ember nem érthet mindenhez. Én azt gondolom, hogy bármennyi ember, amennyi van a Földön, ő sem érthet mindenhez, és nem is biztos az a dolgunk, hogy mindenhez értsünk, hanem ugye képviselet a dolgunk, van egy programunk, nekünk van programunk. Akkor mennyire fognak szakpolitikával foglalkozni, akkor inkább itt teszem fel a kérdést. Ugye azt látni kell, hogy beleveszni a részletekbe nem érdemes, hanem sokkal inkább azt a képet, tehát azokat a döntésekre, azokra a döntési pontokra kell tudunk rámutatni az országgyűlésbe, amin sok múlik. Ezt mi eddig is csináltuk, ezt követően is fogjuk csinálni, megvesznek azok a prioritásaink, vagy különösen fontosnak tartott ügyeink, amik mentén nagyon sokat fognak minket hallani, és nyilván nyitottak vagyunk arra is, hogy olyan helyzet változik, amilyen impulzusok választók részéről hozzánk beérkeznek, hogy azokban megszólaljunk, valós képviseletet akarunk ellátni. Tehát nem úgy kell ránk nézni, mint nem tudom, öt tudósra, akit oda beraktak, hogy okosakat mondjon, nem erről van szó, mi képviselők vagyunk, és a legjobb tudásunk szerint, és ehhez megvan a szükséges szakmapolitikai apparátusunk, lehető legtöbbet hozzuk ki abból, amivel minket megbíztak. Ez egy nagy szolgálat, amire mi leszerződtünk, és mi erről komolyan gondolkodunk, tehát mi komolyan állunk ehhez, mi nem csinálunk ebből viccet, mi nem próbáljuk úgy csinálni, mint hogy. Tehát az ellenzéki pozíció fontos. Tehát látni kell, hogy ez ugye az elmúlt 4 évre visszagondolunk, ha nem lett volna LMP, azért nagyon sok dolog feledésbe merült volna. Most újraben vagyunk egyébként a parlamentben, most ez egy újabb garancia arra, hogy ezeket a nagy disznosságokat nem lehet elsinkofálni. Mennyire értik az emberek a zöld energia politikáját? Mennyire jut el az emberekhez? Mennyire tudják, hogy ez mit jelent? Szerintem az egy teljesen világos üzenet, hogyha egy olyan fajta energiapolitika tudna megvalósulni ebben az országban, amit mi gondolunk, sokkal több munkahely lenne. És nem csak azoknak, akik tele vannak papírral, diplomával, stb., hanem az alacsonyabban képzett embereknek is, és nem csak a nagyvárosokban, hanem vidéken mindenhol. Szerintem ez egy olyan lélegzetvételhez, tehát ha egy ilyen program irányába, ilyen program megvalósítása irányába tudna ez az ország elmozdulni, akkor egyszerűen hirtelen az országban friss levegő áramlana, hogy így fogalmaznék. Hirtelen rájönnénk arra, hogy milyen kitörési lehetőségeink vannak, és mennyivel több mindenünk van, mint amit gondolnánk jelenleg. Csak a helyzet az, hogy a politika meglehetősen avit, tehát úgy, mint ez a kormány, mint ezt megelőző, tehát még az Orbánék előtti kormányok is, nem gondolkodtak ezekben a 21. századi lehetőségekben. Azzal, hogy mi ott vagyunk a parlamentben, ez azt jelenti, hogy mi folyamatosan emlékeztetni fogjuk a kormányt arra, hogy már véget ért a múlt század, sőt, még a középkor is véget ért, ahova néha minket bepróbálnak minket oda ugye bevinni. Egy új impulzusokra van, új szükség, új megoldásokra, mert új kihívások vannak. Viszont a problémák a régiek, ezeket megoldani nem tudták. Kíváncsian várom, hogy most mivel próbálkoznak, mi ott leszünk és tenni fogunk azért, hogy a lehető legjobb megoldások szülessenek. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget.